Szent Háromság utáni második vasárnap. Kegyelem ti néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnap evangéliumi szent igéjét, amint megvan írva János evangélium a 7. részében, a 40. verstől az 53. versig. A sokaságból, akik hallották ezt az igét, azt mondták: valóban ez a próféta. Mások így szóltak: a Krisztus ez. Többen pedig ezt mondták rá: hát akkor Galileából jön el a Krisztus? Nem az írás mondta-e, hogy Dávid magvából, abból a faluból, ahol Dávid élt, Betlehemből jön el a Krisztus? Ellentét támadt tehát miatta a sokasságban. Némelyek közülük el akarták fogni, de senki sem tette rá a kezét. A szolgák ekkor visszamentek a főpapokhoz és farizeusokhoz, akik azt kérdezték tőlük: miért nem hoztátok ide? A szolgák így feleltek: ember még sohasem beszélt úgy, mint ahogy ez az ember beszél. A farizeusok ezt mondták nekik: titeket is megtévesztett? A vezetők közül vagy a farizeusok közül hitte benne valaki? De ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott. Ekkor Nikodémus, aki már előbb járt nála, és közülük való volt, így szólt hozzájuk: elítélje az embert a mi törvényünk, míg ki nem hallgatták, és meg nem tudták tőle, hogy mit tett? Azok pedig így válaszoltak neki: talán te is galileai vagy. Nézz utána, és lásd meg, hogy Galileából nem támad próféta. Ezután elment mindenki a maga otthonába. Ámen. Kedves testvéreim! Jézus egyszer, amikor a maga küldetését tárta hallgatói elé, egy ószövetségi proféciát idézett: beleütközés kövét helyezem Sionba. Azt mondta az Úr. Azt jelenti ez, hogy személye körül mindig vita támad. Nem lehet közönösen elmenni mellette. Beleütközik az is, aki el akarta őt kerülni. Mindig véleményt kell alkotni róla. Állást kell foglalni az ő személyével kapcsolatban. Vele vagy ellene. Mai evangéliumi szakaszunk ennek a régi proféciának a teljesülése. Jézus ott áll a tömeg között, és mindenki vele foglalkozik. Róla mond véleményt. Ellentét, vita támad körülötte. És a vitában mindenki állást foglal. Egészen ellentétes állásfoglalások születnek. Próbáljuk sorba venni ezeket. Először is a következtetés állásfoglalása. Azok, akik hallgatták Jézusnak a szavát, látták Jézus cselekedeteit, abból azt a következtetést vonták le, hogy ez egy egészen rendkívüli ember. Eszükbe jutott Mózes jövendőlése: prófétát támaszt közöttetek az Úr, olyat, mint én. És azt mondják: bizonnyal, ez az a próféta, akiről a régi ígéret szólt, és aki most eljött. Mások még tovább következtetnek, és még jobban, konkrétebben megfogalmazzák a látottaknak, hallottaknak a megtestesítőjét, amikor azt mondják: a Krisztus ez. Nem is csak egy a proféták közül, nem is a legnagyobb, hanem a Krisztus, akit az Isten megígért az ő népének, és akiben fejedelmet, szabadítót és üdvözítőt ad nekik. Ma is vannak emberek, akik elgondolkozva olvassák a Bibliát, és összerakják azokat az
adatokat, összerakják azt a képet, amit a Biblia, az Új Szövetség alkot Jézusról, és megismerik benne az Isten küldöttét. Valaki elmondta, hogy amikor olvasta az Új Testamentumot, először Jézus, mint ember ragadta meg a szívét és a gondolatait. Embernek is valami páratlan jellemet fedezett föl Jézusban, aki a kicsinyekhez, a szegényekhez, a betegekhez csodálatos szelídséggel tudott lehajolni. De aki ugyanakkor kemény volt a hatalmasok és hatalmaskodók, kemény volt a bírók és az ítélet alkotók előtt, és nem hajolt meg azok előtt, akiknek pedig földi hatalom volt a kezében. A legcsodálatosabb emberi jellem alakult így ki előtte Jézusról. És ahogy még tovább olvasta, ehhez a képhez hozzájárult az, amikor azt olvasta Jézus ajkáról, hogy ő az Isten fia, hogy ő az atyával egy. És amikor elgondolta, hogy akit ő annyira egyenesnek, igaznak, szavahihetőnek ismert, mint embert, az nem tévedhetett akkor se, amikor az ő isteni küldetéséről beszélt. És térdre borult előtte, mint a Krisztus előtt, mint az üdvözítője előtt. A következtetés elvezet bennünket így, az Isten igéje, a bizonyságtétel, a prédikáció nyomán Jézus Krisztus helyes és igaz megismerésére. De ezzel szemben itt van ebben a történetben a tudatlanság állásfoglalása. Nem lehet a Krisztus, mondják, mert Galileából való, és Galileából nem támad próféta. A Krisztusról pedig az van megjövendőlve, hogy Dávid magvából származik, és Betlehembe, ahol Dávid élt, ott fog születni. Ez nem lehet a Krisztus. Mi tudjuk nagyon jól, hogy ez a jövendőlés is pontosan teljesedett Jézus Krisztusban, de ők nem vették maguknak a fáradtságot, hogy utána nézzenek, ki is ő tulajdonképpen. Hol is született, honnan is való, kinek a leszármazottja. Nem érdekelte őket az igazság, mert megvolt a sajátos fölfogásuk, és ők azt hajtogatták végig. Sokan tudatlanságból utasítják el Jézust. Nem vesznek maguknak fáradtságot, hogy olvassák a Bibliát, hogy bemenjenek a templomba és hallgassák a Jézus Krisztusról szóló bizonyságtételt. Nem érdekli őket az egyház tanítása a legfontosabb kérdésben, hogy a bűnös ember hogyan kerülhet kapcsolatba Istennel. A halandó hogyan nyerhet örök életet. Nekik megvan a maguk véleménye, és azt hirdetik hangosan, tele szájjal, tudatlanul. És megmerevednek ebben az állásfoglalásban. Azután ott van a Jézussal való hirtelen szembekerülésnek az állásfoglalása. Szerepelnek ebben a történetben olyanok, akik nem különös érdeklődés folytán kerülnek oda Jézushoz, hanem nagyon is alantas megbizatással. Ezek megvásárolható emberek, akik a farizeusoknak, a nép vezetőinek a pénzéért vállalkoztak arra, hogy elfogják ezt a názáreti Jézust, és megkötözve viszik a bírói elé. Ezek szolgalelkű emberek voltak. És amikor oda kerültek Jézus elé, egyszerre megrendíti őket az az egészen más, akivel Jézusban találkoznak. Nem tudják ráemelni a kezüket, mert a szívüket eltölti a megrendülés azon, hogy valami rendkívüli szó hangzik Jézus ajkáról. Rendkívüli erő árad belőle. Soha ember még úgy nem szólt, mint ahogy ő beszél. Érzik át, és mondják is, amikor visszamennek, üres kézzel a megbízóiknak. Lehet Jézussal találkozni úgy, hogy nem is kerestük.
Nem is számoltuk vele, de egyszer csak belelép az életünkbe. Rádöbbent bennünket a tisztátalan gondolatainkra, céljainkra, leleplezi a bűneinket, megszégyeníti az önhitségünket vagy közönyünket. És akkor ámulunk azon, hogy van valaki, aki egészen más, mint mi, és egészen más, mint minden más ember. És megrendülten állunk előtte, és visszük a szívünkbe a képet róla, hogy van valaki egészen rendkívüli, egészen más. Sokan lettek így üldözőből követőkké, ellenségből lefegyverzettekké, hitetlenekből hívőkké. Mert a hirtelen szembekerülés is elég volt ahhoz, hogy állást foglaljanak másképpen, mint amiben addig jártak, és leboruljanak azelőtt, akivel szemben azelőtt olyan közönyösök vagy olyan fölényesek voltak. De itt van emellett is a megrögzött elutasítás, állásfoglalása. Hiába mondják el ezek a szolgák a nagy fölfedezést, hogy akivel ők találkoztak, az más, mint minden eddigi ember, és hogy soha ember úgy nem beszélt, mint ahogy őt hallották szólni. A farizeusok nem változtatnak az ő megkeményedett szívük állapotán, taníthatatlanok. És már is mondják, hogy ez nem lehet a Krisztus, hiszen nem illik bele az ő állásfoglalásukba, nem illik bele az ő elképzelésükbe. És annyira ellene vannak Jézusnak, hogy még azokat is elítélik, akik hisznek benne és követik őt. Azt mondják, hogy az a sokaság, amelyik nem ismeri a törvényt, az átkozott. Nikodémusnak is azt mondják, hogy te is biztosan galileai vagy, és azért beszélsz így. Megrendítő, hogy vannak ennyire megkeményedett szívű emberek, egészen a mi időnkig. Ott nőnek a gyülekezet közepette, talán keresztény családba, hívő szülők és hívő nagyszülőknek a gyermekeiként, unokáiként. De a szívük kemény és változtathatatlan. Hallanak, tudnak Jézusról, talán részesedtek egyházi nevelésben, hitoktatásban is, de megvan a maguk konok elképzelése, konok álláspontja Jézus iránt, és semmi nem tud rajta változtatni. Maradnak hidegek, elutasítóak, minden bizonságtevő szó ellenében is. Megrendítő, hogy mennyire meg tud keményedni, el tud sötétedni az emberi szív, amiben nem tör be még a mennyei világosság se, amit Jézus képvisel. Aztán ott van a melléállás bizonságtétele. Nikodémus ennek a képviselője, akinek már van ismerete Jézus felől, és van tapasztalata Jézus szeretetéről és kegyelméről. Emlékszünk arra az elbeszélésre, amelyik elénk állítja őt, amint éjszaka zörget be Jézushoz, és tárja föl előtte az ő vergődő szívét, és hallja meg Jézustól a nagy szót, újonnan kell születned. Aki nem születik újonnan, nem mehet be az Istennek országába. És amikor kiszakad Nikodémusból, hogyan születhetik az ember újra, amikor már öreg, akkor beszél neki arról, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nikodémust egy életre megragadta Jézusnak a szava, Jézusnak a szeretete, és Jézus követőjévé tette. Itt is azt olvassuk róla, hogy ő bár tanácsbeli volt, de közülük való. Jézus követői közé tartozott. És nem tudja elhallgatni azt a makacs elutasítást, azt az igazságtalan vélekedést, ami a társai között van, hanem
ha szelíden is és szerényen is, de odaáll Jézus mellé, és hivatkozik a törvényre, amit tisztelnie kell minden vezetőnek és minden farizeusnak, hogy a törvény nem ítélhet el mi nálunk senkit, amíg ki nem hallgatták, és meg nem tudták, hogy mit cselekedett. Nagyon megragadó ez a bizonyságtétel, mert hiszen sokszor mi úgy képzeljük, hogy hangos szóval, egy kicsit úgy dobszóval kell hirdetnünk Jézus uraságát és istenségét ebben a világban. Sokszor szeretnénk belekiáltani embereknek a fülébe és szívébe, jöjjetek Jézushoz, higgyetek benne. És sokszor csalódunk, mert nem hat az ilyen szó. Most Nikodémus példája arra tanít bennünket, hogy lehet nagyon szelíden, nagyon egyszerűen és nagyon bölcsen is bizonyságot tenni Jézusról. És azt hiszem, ez a mi időn különösen az, amikor nagyon bölcsnek és szelídnek kell lenni a tanítványnak ebben a mai világban, és úgy állni ki az ő ura és megváltója mellett. És úgy érvelni az ő istensége, az ő megváltói személye és üdvözítése mellett. Nikodémus biztos nem azért hangoskodott és nem azért erősködött, mert gyengének gondolta volna Jézust vagy az ő igazságát, hanem Nikodémus hitt a Jézus igazságába. És elégnek tartotta, hogyha arra irányítja rá a figyelmet. Azt mondja a társainak, hogy vessétek el az előítéleteteket, ismerkedjetek vele. Tanuljátok meg, hogy ki ő. Keressétek a közelségét, és meg fogjátok ismerni őt. Meg fogjátok ismerni az igazságot, és majd az igazság szabadokká tesz titeket. Ma is nagyon fontos, hogy Jézus népe higgyen Jézus igazságába, és ráálljon erre az igazságra, olyan világban, melyikben sok minden más vélemény, hangos vélemény is van Jézus felől. De számíthatunk arra, hogy Jézus igazának ma is meggyőző ereje van, és hódít ma is ebben a világban. Befejezésül még azt lássuk, hogy tovább gyűrűznek a vélemények. A látottak és a hallottak dolgoznak tovább a szívekben. Azzal fejeződik be történetünk, elment mindenki a maga helyére. Így történik ez minden istentisztelet után. Így történik ez minden bibliaolvasás után. Nem fejeződik be a Jézussal való találkozásunk és a Jézusról való véleményalkotásunk azzal, hogy elénekeljük a záró éneket, hogy becsukjuk a Bibliánkat. Jézus szava tovább él a szívünkben, foglalkoztat bennünket, Isten szent lelke tovább munkálkodik bennünk. A prédikáció után is, hazatértünkben is, csendben is. Boldog az, akinek a szívében fölgyúl az igazi világosság, és eljut arra a vallomásra, Uram, kihez mehetnénk, örök élet beszéde van te nálad. Mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Imádkozzunk. Jézusunk, magasztalunk téged, hogy te kitártad a szívedet, és kitártad a karjaidat az emberek előtt ebben a világban. Történetünk szerint is hívtál minden szomjazót magadhoz, és benned való hitre, és ígérted az élővíz folyamainak az áradását a hívő szívekből. Köszönjük, hogy te ezt cselekszed is, hogy ma is hallhattuk a te szavadat, és igent mondhatunk a te isteni küldetésedre.
Te erősítsd meg szent lelkeddel a szívünknek az igényét, hogy valóban ismerjünk téged, részesedjünk kegyelmedben, és szolgáljunk neked a te szent lelked erejével. Amen.